Az előző szezon történelmi volt az NKK számára, az U14-es és az U16-os csapat egyaránt feljutott az országos főtáblára, ami a klub életében először fordult elő. Ferenczi Tamás pedig az év edzője díjat vert át a Vármegyei Kosárlabda Szövetség idényzáróján. Ennek tükrében érthető, hogy ősszel is a főtáblát célozta meg a két együttes. Ez azonban csak az egyik csapatnak sikerült, így Makrai László elnök egy szóval is jellemezni tudta, hogy milyen őszi idényt tudhatnak maguk mögött. Belemásat, hiszen a utánpótlás kosárlabdában az volt a célunk, hogy mind a 14, mind a 16 éves csapatunk az országos főtáblára sikerül jön feljutnia, ebből az U14-es csapatunk ezt teljesítette, az U16-os sajnos nem. Ők a regionális bajnokságban játszanak, kerekesszékes kosárlabdában elindult a bajnokság, de ott az első fordulóban mi voltunk a szabadnaposak, úgyhogy 2024-ben lesz a bajnokságban az a négy forduló, ahol a csapatunk naponta két mérkőzést fog majd játszani. Ezt nézzük akkor, amit az elején mondtam, fele másod. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub az U16-os korosztályra bezárólag működtet és versenyeztet csapatokat. A két bázist az Ötvös és a Vecsék iskola tornaterme jelenti. 258 igazolt utánpótláskorú játékosunk van, és 9 kerekesszékes kosárlabdázunk. 6 edzőnk van, aki edzői jogviszonyban folytat tevékenységet nálunk, és 8 kosárpalánta testnevelünk, illetve pedagógusunk dolgozik még nálunk. A partneriskolák száma az nagyon sok, hiszen kosárpalántában, ahogy mondtam, 6 iskolával van kapcsolatunk, és itt van összesen 16 csapatunk, tehát ez nagyon nagy szám. Alapvetően két bázis iskolánk van, az Ötvös gyakorló, az Nyíregyházi Egyetem Ötvös gyakorló József Általános Iskola és gimnáziuma, illetve termet tekintve a Vescsik Vilmos Élelmiszerpénz Technikum. Ez a két tornacsarnok az, ahol az edzéseink zömét bonyolítjuk, de vannak még más helyszínek is, hiszen a kosárpalántás csapataink azok az adott iskolákban, ahol a gyerekek járnak, ott tartják az edzéseiket. Az NKK augusztusban 3. alkalommal rendezte meg a Sallai József emléktornát, amelyen 8 csapat lépett pályára. Nagyon erős mezőny jött össze, két külföldi csapat, két nemzeti akadémia és két kosárlabda szövetség által akreditált akadémiai csapat volt, és hát természetesen a Nyíregyházi Sportcentrum és az NKK. Nagyon sikeres volt a torna következő évben, és 24-ben is megrendezzük, a külföldi csapatokból erősebbeket fogunk hívni, de reméljük, hogy a magyar mezőny ugyanilyen erős lesz. Az utánpótlás nevelő klub célja, hogy minél több 16. évét betöltött fiatalt adjon át akadémiáknak vagy magasabb osztályú kluboknak. Idén már lett egy olyan játékosunk, aki NB1 A-ba is, Ibján Máté, de az NB1-es A csapatos csapatába bekerült a keretbe, illetve ott az NB1 B-s csapatban alapembernek számít, rajta kívül Orosi Bálint játszik még a Deac 20-as csapatába, illetve a Honvéd Akadémia igazolt el tőlünk idén Olá Sebestyént. Ők hárman az, akik a nevelő munkánkat az elmúlt 4-5 évet igazából fémjelzik. Mint az elnök elmondta, bízik abban, hogy tavasszal az U14-es együttes bejut a legjobb 16 közé a bajnokságban.